Ez itt a Sláger TV híradó, a magyar Sláger TV hírműsora. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger híradóban beszámolunk a zenei világ legfrissebb történéseiről, belesünk a kulisszák mögé, nálunk a zenészek elmondhatják véleményüket, és akár tisztázzuk a hamis híreket is. A mai híradóban ellátogatunk Demjén Ferenc budapesti koncertjére, és megmutatjuk, hogyan is készülődnek a zenészek egy igazán fontos bulira, valamint megtudhatjuk, mi születhet a bor, a sport és a zene házasságából. Először azonban jöjjön Popper Péter és Tere István, akik tavaly újjáélesztették a 80-as évek végének legendás szupergrupját, a Steppet. A zenekar akkor még Flipper öcsi vezetésével állt színpadra. De mi a helyzet a legendás csapattal most 2016-ban? A következő interjúból minden kiderül. A híradó vendége tehát Popper Péter és Tere István. Nekem évekkel ezelőtt kipattant a szikra ritkán dolgozó agyamból, hogy milyen csúnya dolog, hogy az öcsi, aki méltatlanul korán ment el, nem kapott semmiféle emléket, emlékkoncertet. És egyik éjjel leültem a gép elé, és írtam egy vázlatot, amit aztán betettem a fiókba. És a múlt év végén, amikor meghallottam, hogy a legnagyobb örömömre a Step újra elkezdett dolgozni, ez a papír egyre inkább kezdett megtelni tartalommal, élettel. Tavaly évvégén életre keltettem újból a Steppet azokkal a tagokkal, akik jelenleg is aktívan zenélnek, Zsoldos Delivel és Fejő Attilával. Csináltunk egy ilyen spontán klubkoncertet, ami annyira jól sikerült, hogy utána aztán csináltunk még egyet, és úgy döntöttünk, hogy folytatjuk ezt a steppes létet. Természetesen minden koncerten megemlékeztünk öcsőről, de én azt gondoltam, hogy kellene méltóképpen csinálni egy olyan eseményt, ahol olyan kollégákkal, tisztelőkkel megemlékezünk róla, ami valamilyen oknál fogva elmaradt az elmúlt 8 évben. És akkor én megkerestem az öcsit, és elmondtam ezt az ötletemet, hogy én szeretnék egy ilyet, és akkor természetesen kiderült, hogy neki van egy hasonló terv, és akkor összecsiszoltuk ezt a két gondolatot, leültünk és elkezdtünk beszélgetni, hogy hogy volna a legjobb ezt az egész történetet kialakítani, aztán így született meg annak a terve, amire most készülünk. Nagyon nehéz énekelni azokat a dalokat, nem is gondolta volna az ember, hogy az öcsinek milyen hangterjedelme volt. Nem volt tanult énekes, de volt egy olyan képessége, amit nem lehet igazából tanulni, hanem egy olyan sárm, egy olyan csillogás és egy olyan egyéni hangszíne, amit természetesen nagyon nehéz lekövetni, nem is volt ez a cél. Igazából a dalok, amiket az öcsi írt, azok egy nagyon pozitív hangvételű dalok, és nagyon jó érzés ezeket a dalokat énekelni, nagyon sok érzést váltottak ki belőlem és a zenekarból is, amikor elkezdtük ezeket újra próbálni és játszani. Természetesen egy picit izgultam, hogy a közönség mennyire fogja elfogadni azt, hogy ezeket a dalokat én fogom énekelni többnyire. Nem voltam mind a két Step koncerten, és tényleg mondtam neki, hogy ezzel komolyabban kéne foglalkozni, mert ez az éneklés ez nagyon jó, mert hát a Péternek nagyon sok önálló estje is van, tehát a hangja azért viszonylag folyamatosan karban van tartva, hogy abszolút jó vette a közönség, jó hangulat volt, és tényleg akkor kapott egy újabb lökést ez az ötlet, hogy tényleg ebbe még van annyi emlékezni való és mosolyogni való, hogy ezt csináljuk meg, hiszen ez egy jókedvű születésnapi koncert lesz mindenféle sláger. Állomás, mögöttem hagyom, látomás, hogy újra úton vagyok. Marott Viki nyilvánvaló, hogy neki ott kell lenni a Novai Gáborral, Szandi, Fenyő Miklós, Dobrádi Ákos, Jáger Gyula, Bogdán Csaba lesznek ott, és természetesen a házigazda a Step. A
azért kellett ennyi évnek eltenni, mert nyilvánvalóan az első évek azzal teltek el, hogy mindenkit sokkolt ez a korai elmenetel, és most már olyan koncertet szeretnénk, ami az öcsi volt, egy felszabadult, jókedvű emlékkoncertet, ami a születésnapja alkalmában van május végén. Pont ez a csodálatos a művészetekben és a zenében is, és a dalokban is, hogy bármi is történik, fenntart egyfajta emléket, és frissen tartja azokat a munkákat, műveket, amiket az adott alkotó nem is tudom hány éve írt, hiszen 20-30 évvel beszélünk, sőt, ugye egészen nem csak step dalok fognak elhangozni ezen a koncerten, hanem öcsi dalok. Tehát a Hungáriától kezdve Doriolon át, a steppen keresztül egészen a szóló dalaikig mindenféle dalt meg fogunk szólaltatni. Tehát közel 30 évet fogunk átölelni, és szerintem ez egy nagyon nagyszerű dolog, hogy bennem az öcsi ugyanúgy azon a fiatal, dinamikus, mosolygós, szimpatikus, kedves ember él, ma is, hiszen ennyi év eltelt, mint akkor régen, és ezek a daloknak köszönhetjük elsősorban. Május végén lesz öcsi születésnapján, minden egyébről a Facebookról és egyéb webes felületekről meg lehet tudni. Mindjárt jön exkluzív riportunk Demjén Ferenc budapesti koncertjéről, most azonban sportrajongók és borbarátok figyelem! A következő percekben a középpontban a Nemes Nedű. A május 13-ától megrendezésre kerülő második nemzeti bormaraton nem csak egyedülálló sportesemény és színes gasztronómiai kirándulás, de esténként remek zenei programokkal is várja az érdeklődőket. Hogy pontosan mi mindennel, a következő riportból kiderül. Május 13-ától 22-ig fog tartani idén a rendezvénysorozatunk. 2057 kilométer lesz a teljes táv, és 10 nap 10 kiemelt helyszínével várjuk majd a borvidéki kiemelt helyszínünkön a programra kilátogatóinkat. Komoly munkában a sport, a könnyebbik része nyilván a bor és az ahhoz köthető szórakozás is, így kapcsolódunk nyilván a zenéhez és a fellépőkhöz is. Mind a 10 kiemelt helyszínünkön este a kulturális programok után koncertekkel és a Sláger TV fellépőivel várjuk majd a kilátogatókat. A borokhoz azért alapvetően értenünk kell, és megtanultuk ebben a néhány évben, amióta szervezzük a rendezvényt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen a magyar borokra azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedben nagyon nagy fejlődésen estek át, mind minőségben és mind a fogyasztói megítélésben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csupa jó magyar borokra számolhatunk. Ez a rendezvény tavaly is Európában egyedülálló volt, és azt látjuk és azt tudjuk, hogy az idén sem lesz hasonló Európában, úgyhogy egyelőre egyedüliek vagyunk. Elsőt, amikor megcsináltuk a tavalyi évben, azt egy két éves előszervezés, és nyilván rengeteg gondolat és ötlet előzte meg,
és akkor már úgy döntöttünk, hogy ebből hagyományt szeretnénk teremteni. Az első év sikerei azt mutatják, hogy bele kellett, hogy fogjunk, ezért vagyunk most itt a második nemzeti bormaratonon, és azt látjuk, hogy mind a magyar borok, a magyar sport és a magyar vidék vonatkozásában van létjogosultságának a rendezvénynek, így mindenképpen rövid középtávon meghatározó szereplői akarunk lenni Magyarországon az ilyen jellegű rendezvényeknek. A következő percekben valóban belesünk a kulisszák mögé, hiszen ellátogattunk Demjén Ferenc budapesti nagykoncertjére, s végigkísértük Rózsit és a zenészeket, hogy hogyan is készülődnek egy igazán fontos bulira. Ja, és hát ha már ott voltunk, természetesen belenéztünk a koncertbe is. Hölgyeim és uraim, Bence Attila riportja következik. A Sláger TV híradó a Barbanegrából jelentkezik, a színpad még üres, a nézők már gyülekeznek. Demjén Ferenc itt kezdi az évadot, a Demjén 70 évet. Tartsanak velünk! Valahol most is félnek, hangosak a sóhajók. Sűrűbben hullnak a könnyek, romba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én? 22 év után azt kell mondjam neked, hogy gyermeki bájjal állok a dolgok elé abszolút, és tényleg a legnagyobb örömmel futok neki minden évben, mert ahogy az Ávadi Gabi egyszer fogalmazott, mikor felültünk a buszra egy ilyen turnékezdés alkalmával, olyan ez, mint egy osztálykirándulás. Tehát ez alatt a 2 hónap alatt, amíg nem láttuk egymást, vagy 3 hónap, gyakorlatilag annyi minden történik az emberrel, hogy mikor összejövünk, akkor egymás szavába vágva beszéljük meg a dolgokat, meg örömködünk, hogy jaj, de jó, már megint megyünk egy csomó helyre. Hogyan tudnék élni nélküled, és rólad szól az élet? Várom a bulikat, mert most eljutottam oda, hogy vettem egy új berendezést, és olyan vagyok, mint 20 éves koromban, hogy szólaljon meg, szinte mintha várna engem, folyamatosan várom ezeket a koncerteket. Engem még nem fáraszt. Ha fárasztani fog, akkor nagy baj lesz. Annyi boldog pillanat vár rám, karomban még, meg kell, hogy éjj. Milyen feladat volt, vagy milyen érzés, amikor Solti Anika után be kellett ülnöd, vagy beülhettél a Demjén mögé? Solti után és Szent Mihályi Gábor után én miattuk kezdtem el dobolni, és Demjén Ferenc pedig egy ilyen csodálatos álom volt számomra. Hát fantasztikus a mai napig is. 2 évig kérdezgettem a zenekart mindig, hogy ki a Demjén Ferencnek a dobosa, és utána rádöbbentünk, hogy Schwéger Zoltán. Tehát ugye a mai napig ez egy ilyen csodás dolog. Legyen ünnep az égben is, ünnep a földön, bár engem rég nem érdekel. 12 éve fixen vagyok. Előtte 2 évig helyettesítettem a Zsoldost, és aztán úgy alakult, hogy én maradtam, de 12 éve gyakorlatilag egyetlen koncertről sem hiányzom. Állnak a bőrben a gyermekek, kiáltanunk ezért nem lehet. Vadonatúj nóták nincsenek, de az összeállítás az jó, hát akinek jó okszott a Danielában, annak neki is együtt is fog tetszeni. Az új nóták azok lassan fognak bepörögni majd a műsorban az év folyamán. Nagyon-nagyon sok meghívásunk van, és hát most kezdjük el, ez a legnehezebb. Ha a holt feljön az égre, még egy napnak vége, a vén folyó is újra, ezüstre cseréli minden aranyát. Rózsi erőlétét tekintve gyakorlatilag bármi lehet, tehát az a fajta színpadon állás, az azt hiszem, hogy mondhatom, hogy példátlan, amiről legalábbis én tudok a magyar rockzene, vagy poprockzene történetében. A közönség hát majd, hogy nem ugyanolyan erővel, vagy talán helyenként sokkal állatatosabban követ minket, mint az előtt 10-20 évvel, úgyhogy bármi lehet. Remélem a legjobbakat. Elfeledem majd, tudsz a világ.
Először is a Rózsi mögött énekelnék kitüntetést. Tehát, hogyha 22 év után még mindig följövök a színpadra mögé, és nézem a hátát két órán keresztül boldog örömmel, akkor gondolhatod, hogy ez egy nagyon nagy kitüntetés. A Bulldozer az meg egyfajta önmegvalósítás, ugye, amire minden énekes gondolom vágyik, hogy ott állhasson a zenekar élén, és elénekelje élete nagy slágerét. Ha úgy tetszik, szakmailag egy picit most lejjebb vagyunk, amivel nincs semmi baj, ez minden, hogy mondjam, korosodó művésznél egy teljesen normális jelenség. Szerintem a lendület még mindig megvan, és nekem ez a legfontosabb. Még mindig a tenni, az a lendület, ami a Rózsiban benne van, az még mindig a régi. A húsban van az égen, elfeledem majd, hogy elfáradtam régen, holnap újra indul minden ugyanúgy. Én nem foglalkozom azon, hogy hány éves vagyok, számszerűleg sem, máskülönben sem. Egyszerűen, hogy hogy érzem magam, vagy jól érzem magam, vagy fáradt vagyok, vagy fáradékony vagyok. De hát ez nem fordult elő, mert annyit pihentem, hogy már bele is lustultam lassanként. Mindenesetre nem leszek most sem Mick Jagger, sem Michael Jackson, szóval nem vagyok ilyen sportos azért annyira. De a nóták azok jól fognak állni. Azt sem tudtuk, hogyan szeressünk, csak fogtuk egymást. Amíg gyöngött a szerelmünk, nem láttunk mást. Megkaptam a Magyar Érdemlet lovagi keresztjét, és ebbe a díjba végig számomra a legmeghatóbb az volt, hogy nem maga a díj, hanem az a sok szeretet, amit utána kaptam. Tehát nekem nincs Facebookom, de jelezték, hogy a Facebook oldalakon jöttek ezek a gratulációk, és megható volt a sok szeretet, és a hogy is mondjam, amikor az ember meglepődik, hogy ilyen sokan szeretnek, tehát többet ért nekem az a sok szeretet, mint maga a díj. A vonat nem vár, a sorompó áll. Napközben rendes polgárjállásom, ahogy tetszik, de hát ez enélkül biztos, hogy kevesebb lennék sokkal, úgyhogy ez nagyon kell. A vonat nem vár, a sorompó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. Nagyon büszke vagyok, és örülök, hogy egyfelől itt lehetek. Másfelől meg a téli pihenés, legalábbis a másfajta elfoglaltság után nagyon jól esik visszaállni a színpadra. Milyen Demián Ferenc mögött állni 23 éve? Király. Csak le kell nézni, az öröm az arcokon, ez nekem is öröm. Új lemez készül-e? Hogy állnak a dolgok? Készül, és nagyon sok anyagunk van már hozzá. Nekem még a szövegeket kell megírnom, de hát az lassan, folyamatosan megy. Hát ez nem úgy van, hogy az ember leül és esztergál, hogy tudom, egy babát, vagy akármit, hanem oda tényleg rá kell készülni, meg rá kell védezni pontosan, hogy milyen, de szerintem szép lemez lesz, ez is, mint a többiek is azok voltak. Köszönöm figyelmüket, hiszen mára ennyi volt a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!